Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium nevében. Nagyon hosszú idő telt el azóta, mióta a közreműködő szervezetnél 2015. június végén találkoztunk egy kis csapattal, és azzal az ötlettel álltak elő a szervezők, a tervező, a projektmenedzsment szervezet, hogy Örményes részt tudjon venni a KEOP pályázati konstrukcióban, és meg tudja valósítani ezt a szennyvízberuházást. Tisztelettel köszöntöm Boldog István országgyűlési képviselő urat, Tatár László Fegyvernek város polgármester urát, Rácz Péter járási hivatalvezető helyettes urat, Sinkó Gábort és Tóth Pétert a Száde Magyarország Kft-től, Mazei Antalt a mérnökszervezet részéről, Bogár Andrást a projektmenedzser iroda részéről, Nagy Róbertet, a tervezőt, és Szabó Bétert a TRV Magyarország részéről. Újra nagy naphoz érkezett községünk, mivel egy nagymértékű beruházás kezdődik el településünkön, ami szinte példátlan. Ezúton szeretném megköszönni azt a rengeteg önzetlen munkát Boldog István képviselő úrnak, mivel lehetővé tette, hogy ez a beruházás létrejöhessen. Tudjuk, hogy nagyon kis szelete vagyunk az ő kerületének, de mégis hatalmas erőfeszítéseket tesz Örményes lakóiért, folyamatosan fogadó órákat tart, és a településünk felé nagyon nyílt és probléma megoldó felfogással bír. Ezt még egyszer nagyon szépen köszönöm. Ennek a településnek nagyon régóta szüksége van csatorna beruházásra. Már több mint 10 éve megszületett a csatornázás gondolata. Település nagy része belvízzel sújtott terület, ezért rengeteg embernek hatalmas problémát okoz a szennyvíz kérdése. Ezzel a beruházással új szintre emelhetjük Örményest, és szinte a közművesítésnek a teljes mértéke megvalósul. Élhetőbbé tesszük ezt a települést, és a jövőnek, a gyermekeinknek egy szebb, tisztább települést tudunk átadni. Szomszéd településünkön, Fegyverneken már látszik, hogy nem csak a szennyvíz probléma oldódott meg, hanem a belvíz probléma is visszaszorult a településen. Ezúton szeretném megköszönni Fegyvernek város önkormányzatának, hogy lehetővé tette és segítette a községünket is egy nagymértékű beruházáshoz, hogy tudjunk fejlődni. Nagy öröm számomra az, hogy egymás mellett lévő közös múlttal rendelkező két település szorosan együtt tud működni. A fejlődés sok esetben zökkenőmentes. Így ez a beruházás is sok napi gonddal fog járni. A lakosokat arra kérem meg, hogy mivel itt fel lesznek dúlva utak, hangos gépek lesznek, és idegen emberek jelennek meg, de ezt sose felejtsük el, hogy ez miértünk van örményesiekért. Minden nap azért fogunk dolgozni, hogy a beruházás alatt minél kevesebb probléma érzékelődjön a lakosság számára, és erről a kivitelező is gondoskodni fog. Beszédem végén szeretném újra megköszönni mindenkinek, aki kitartó munkájával segítette ezt a projektet, a kormányunknak, a képviselő úrnak, hogy fontosnak tartják a kis települések fejlődését és sorsát. Nagyon szépen köszönöm, és remélem ez a projekt minél hamarabb meghozza a gyümölcsét. Köszönöm a figyelmet. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron, erdélyi író szavai ezek, és azt gondolom, hogy a mai projekt indításon, az alapkő letételen is bele kell gondoljunk, hogy bizony-bizony, akkor tudunk otthon lenni valahol, ha van egy olyan közösség, ha van egy élhető település, ahol jól érezzük magunkat. És ahhoz, hogy az örményesiek jól érezzék magukat Örményesen, olyan beruházásokra,
olyan fejlesztésekre van szükség, ami a kényelmüket szolgálja, és az egészségüket. Itt egy környezetvédelmi és egészségügyi beruházás is lesz, hiszen az egészségét is szolgálja a helyieknek, nem tagadhatjuk, hogy csatornahálózat épül, és a környezetünket is támogatjuk vele. Én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Itt szeretném megköszönni Berett Zsolt alelnök úrnak, aki itt van közöttünk, hogy amikor én nem értem rá, akkor oroszlánként harcolt azért, hogy itt Szolnok megyében is olyan gyorsan menjenek az ügyintézések, ahogyan annak kell. Mert tudni kell, hogy polgármester úrral és fegyvernek polgármester úrral is beszélgettünk róla, hogy bizony nem egyszerűen haladnak a csatornaberuházások, az övéké sokkal hosszabb ideig haladt, és ez a beruházás gyakorlatilag január-február környékén indult, akkor jött a fejünkbe, hogy talán meg lehetne ezt csinálni, és itt vagyunk novemberben, és már lehelyezhetjük az alapkövet. És ha a bürokrácia nem lett volna olyan, amilyen volt, akkor talán már nem itt tartanánk, hanem lehet, hogy már azon gondolkodnánk, hogy elinduljon a próbolyzem. Legalábbis néhányan azt mondták, hogy már ott is tarthatnánk. Minden nem megy olyan gördülékeny, ahogy szerettük volna, de én azt gondolom, hogy mégis óriási dolog, hogy ez alatt a pár hónap alatt eljutottunk oda, hogy ma alapkövet tehetünk le, és hamarosan megindul a kivitelezés, és reményeink szerint legkésőbb a tavasszal már üzemel ez a csatornahálózat. Ez egy óriási dolog. Több mint 21 kilométer csatorna épül, 441 családnak lesz ez segítség, és bruttóban 1,1 milliárd forintba fog kerülni ez a beruházás, úgy, hogy a teljes összeget a magyar kormányája. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ajándék egy ekkora településnek, óriási dolog. Én soha nem felejtem el azt a napot, ahogyan elindultunk. Épp a minisztériumban ültünk, és egy másik település pályázatáról beszéltünk, amelyik pályázat egy hiba folytán nem nyert. És én szemtelen módon megkérdeztem, hogy jó, nem nyert, de hát azért volt 200 millió forintról szó, nem lehetne valahol egy másik pályázaton nyerni. És mondták, hogy hát visszamaradt csatornaberuházásokat látnak, hogy nem lesznek befejezve határidőre, és ott lenne pénz. És gondolkodtam, hogy csatornaberuházás. Hát nincs csatorna két pont Kuncsorbán és Örményesen a körzetben. Hova lehetne? És akkor miután én Képó polgármestere voltam 20 évig, és mindig láttam, hogy ott mi egyedül nem tudjuk ezt megoldani. Akkor jött az ötlet, hogy viszont itt van Örményes, akik régóta várják, régóta szeretnék, és ráadásul van egy egyedi lehetőség, hogy fegyvernekhez tudnak csatlakozni. És természetesen ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kellett fegyvernek polgármestere, kellett a fegyverneki képviselőtestület, akik azt mondták, hogy befogadunk benneteket, Kisfalu. Mert ez az igazság. Hogy ők úgy álltak hozzá, hogy Örményes, aki a szomszédközség, ahonnan gyerekek is járnak oda akar csatlakozni, oda volt lehetősége. És fegyvernek község, látva a nagyobb testvér felelősségét, azt mondta, hogy igen, befogadunk benneteket, sok nehézséget vállalunk ezzel, hiszen a saját projektjük az már lezárásnál tartott, majdnem, de mégis befogadták az örményesi projektet, fölvállalták ezt, ezt én nagyon-nagyon köszönöm nekik, és bízom benne, hogy majd, amikor átadjuk ezt az új szakaszt, ha mondhatom így, akkor közösen örülhetünk ennek. Én szeretném megköszönni polgármester uraknak, alelnök úrnak, a tervezőknek, mindenkinek, aki bármit is tett ebben a beruházásban azért, hogy ez elindulhasson, azt a sok-sok munkát, amit beletett, a sok erőfeszítést. Szeretnék megköszönni a kivitelezőnek, hogy vállalta ezt a nem könnyű feladatot, ez egy komoly kihívás. És szeretném Örményes lakosságát megkérni arra, hogy nagy türelemmel viselje majd a munkálatokat. Képviselőként volt szerencsém a Tiszatenyő Kengyel csatorna beruházást is megindítani, majd átadni. Ott is azt mondtam, hogy most nagyon örülnek, de fognak még bizony csúnyában is emlegetni bennünket, meg azokat, akik itt dolgoznak, mert bizony, amikor sár lesz és nem lehet közlekedni az utcákba, akkor ez kellemetlen lesz. És azt a téli napot se felejtem el, amikor
el kellett menjek Kengyerre egy falugyűlésre, ahol oda kellett állni a lakosság elé, és meg kellett mondani őszintén, mert föl voltak háborodva, vagy nem tudnak közlekedni, hogy hát ez ezzel jár. És ott nekik is azt mondtam, hogy emberek, magukért dolgoznak, magukért történik, de higgyék el, ha egyszer készen lesz, akkor a mostani kellemetlenséget el fogják felejteni, és egy kényelmes, környezetbarát, a magukért szóló beruházás fog megvalósulni. Ma már nem is nagyon emlékeznek erre, azt gondolom, a kengyeliek, főleg, hogyha még az útjaikat is meg tudták volna javítani, de hát ugye a földútból nem lett aszfaltos út annak kapcsán, hogy csatornaberuházás lett, de reméljük, hogy majd ilyen is lesz. Én abban bízom, hogy az itteniek kevés kellemetlenséget fognak átélni, és nagyon fognak örülni neki, amikor majd átadjuk a beruházást. Még egyszer köszönöm mindenkinek azt az áldozatos munkát, amit idáig elkövetett, és arra kérek mindenkit, hogy ezzel a lendülettel menjünk tovább, hogy elmondhassuk, hogy Magyarországon egyedülállóan, szupergyorsan, a lehető legrövidebb időn belül végre tudtunk hajtani egy olyan beruházást, amiért mások hosszú éveket küzdenek és várnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy héttel ezelőtt adtuk át közösen a szépen felújított orvosi rendelőt. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy örményesen mertek nagyot álmodni. A most induló csatorna beruházás Örményes történelmének egyik legnagyobb beruházása, nagy és hihetetlen álmok közé tartozik, de sikerült. Ezt az álmot 2015 tavaszán álmodtuk meg közösen, de számos akadályt kellett leküzdeni. Egyik legnagyobb probléma az idő rövidsége. Hogy érzékeltessem, a fegyverneki beruházás 2008-ban kezdődött, és 2015 júliusában adtuk át, ebből a kivitelezés bő egy esztendőt vett igénybe. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni Boldog István országgyűlési képviselő úrnak munkáját, az ő elszántsága kellett az álom megvalósulásához. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, történelmet írtak Török Tamás polgármester úrral Örményesen. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik részt vettek és segítettek a beruházás indításában. Előre is köszönöm a lakosság türelmét, de felelősek vagyunk egymásért, környezetünkért. Ezt a felelősséget Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete érezte, és egyhangulag megszavazta örményesi csatornázást. Mindig el szoktam mondani, ha szennyvízről beszélünk, hogy Fegyverneken évi 200 ezer köbméter ivóvízből 40 ezer köbméter került a tisztítóra a csatorna beruházás előtt. Ezzel is érzékeltetve a talajterhelést, a belvízkérdést. Fegyverneken 2014. decemberében elkezdődtek a rákötések, most mintegy 80%-nál tartunk. Tapasztalatunk szerint javult a település belvízhelyzete, egy-egy huzamosabb esőzés sem jelent akkora problémát, mint a beruházás előtt. Későbbiekben reményeink szerint ez még kedvezőbb is lehet. Végezetül tisztelt hölgyeim és uraim, kívánom, hogy problémamentesen készüljön el a beruházás, minél kevesebb kellemetlenséget okozunk a lakosságnak, ehhez Fegyvernek Város a csatorna beruházás ideje alatt megszerzett tapasztalatait felhasználva igyekszik segíteni az örményesi beruházást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én tartozom önöknek egy vallomással, amikor a már említett 2014. július időszakban először hallottam ennek a projektnek a tervéről, akkor én magamban csak egy jót nevettem. Mert hát nem hittem el, hogy ebből bármikor is lesz valami. Most, hogy itt állunk, és tudjuk azt, hogy előttünk áll 6 hónap nagyon mozgalmas időszak, ráadásul a tél kezdetén, most már nem őszinte a mosolyom. Meg kell önöknek mondanom, hogy ez a megépítendő, mint egy 9,5 km gravitációs hálózat, valamint a hozzá kapcsolódó 6,5 km távvezeték, ami be fogja csatlakoztatni az örményes település részt fegyverneki szennyvíztisztító telepre, valamint a telepnek a fejlesztése, illetve az a megépítendő 471 darab házi bekötés, 6 darab köztéri átemelő, amit nekünk most meg kell valósítani, ez egy óriási kihívás. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ebben a 6 hónapban még egy hónapos próbaüzemet is le kell folytatnunk, ami szintén nehezíti, szintén bekorlátozza a rendelkezésünkre álló kivitelezési időt. Képviselő úr, polgármester úr előttem már elmondta, hogy a lakosság részéről végtelen türelemre, kitartásra, segítségre lesz szükség ahhoz, hogy ez a projekt sikeresen lezáruljon. Csatlakoznék hozzájuk, ez valóban önök nélkül nem fog menni.
kérném az önök segítségét, támogatását ahhoz, hogy ez a projekt sikeresen megvalósulhasson. Én nagyon remélem, hogy 6 hónap múlva, kicsit jobb időjárási körülmények között sokkal többen részt vehetünk ennek a projektnek a sikeres záró rendezvényén, amikor elmondhatjuk, hogy valamit megvalósítottunk, sikeresen megvalósítottunk, hiszen ez a csatorna, ami itt megépítése kerül, ez az önök javát fogja szolgálni nagyon hosszú éveken keresztül. Polgármester úr elmondta, hogy milyen pozitív hozadékai vannak egy ilyen beruházásnak. Én biztos vagyok benne, hogy ezek a pozitív hozatékok, ezek itt is ugyanolyan súllyal számítanak, itt is ugyanúgy fognak jelentkezni, mint ahogy jelentkeztek Fegyvernek településen. Az előttünk álló időben sok közös együttműködésre lesz szükségünk, lakossági fórumokon, konzultációkon keresztül egyeztetnünk kell, hiszen ez a munkavégzés minden napjait nagy mértékben befolyásolni fogja a település életének, és ezt csak akkor tudjuk sikeresen végbevinni, ezt a sok-sok bonyodalmat, felfordulást, amit mi önöknek okozni fogunk, hogyha konzultálunk, megfelelőképpen egyeztetünk arról, hogy mik fognak történni, mit csinálunk. Köszönöm szépen a bizalmat, amit a társaságunkba fektettek, és reméljük, hogy a projekt záró rendezvényén elismeréssel fognak beszélni a munkánkról. Köszönöm szépen. Polgármester úr, gratulálok! Gratulálok! Előre is gratulálok, ez a szép feladathoz. Alelnök! Szép feladat!